bölcsesekignek, a holokauszt roma áldozatainak emlékművénél a megyeszékhely központi temetőjében. Noha a cigány holokauszt nemzetközi emléknapja augusztus 2-án van, idén a járvány harmadik hulláma miatt csak most tudták megtartani a II. Világháború idején történt eseményre való visszatekintést. 1944. augusztus 2-áról 3-ára Viradóra egyetlen éjszaka leforgása alatt számolták fel az Auschwitz-Birkenaui cigánytábort, ártatlanul kivégezve utolsó 3000 lakóját is. Én voltam Lengyelországban, roma holokausz, ahol elégették, gázkamrába vitték, és a hajak maradványát maradtottam meg, és nem végignéztem, és nem bírtam már tovább nézni. Itt több ezer emberük van, szóval nem ezer, több tízezer ember, ami az életet, a gyerekeknek az élete is oda veszett, és sőt, a fataromnak a testvére is oda veszett az elhuncolásban, és sajnos nagyon, nagyon sokat szenvedtek. A megemlékezésen a megyei közgyűlés elnöke úgy fogalmazott, amáig feldolgozatlan esemény a roma közösség és a magyar nemzet közös tragédiája. Mind a zsidó, mind a roma holokauszt egy szégyen volt a magyar történelmen. Ezt úgy tudjuk orvosolni, hogyha minden nap, minden évben emlékezünk erre az eseményre, különösen az évfordulókon, hogy soha többé nem ismétlődhessen meg ez a gyalázatos esemény. És hát a közös munkánk az pedig adott az integráció, a társadalmi integráció, amelyen az elmúlt években jelentős előadást értünk el. Persze azt tudni kell, hogy nem néhány éven múlik, ez egy évszázados program a romák társadalmi integrációja. Van még tehát tennivaló ezen a téren, tette hozzá Sesták Oszkár. A csütörtök délelőtti megemlékezés koszorúzással, virágok és mécsesek elhelyezésével zárult.